Miklós Erika és Esztergályos Cecília volt a vendég a pécsi Cérfandi estéken. Első pécsi nemzetközi mentőkutya vizsga, sikerek a Pécsi Mentőkutyás Egyesületnél. Megkezdődött a szabadtéri atlétikai szezon, a tanulók az országos döntőre is eljuthatnak. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják április 20-án pénteken, tartsanak velünk! Átadták a Pécsi Horvát Színház új épületét, ami a Horvátországon kívül működő egyetlen horvát nemzetiségi teátrum egész Európában. Az 1200 négyzetméteres alapterületű színházban 103 székes nézőtér van. Ezen kívül díszletraktár, irodák, 5 szoba a vendégművészeknek és 2 akadálymentes hely is, de meg kell említeni azt is, hogy a szabadtéri színpadon is közel 100 pécsi színházkedvelőt tudnak fogadni. A világítást összesen 28 intelligens, ledes színházi lámpa és a teljes színpadot lefedő panoráma projektoros technika szolgálja. Tudósok, művészek a fókuszban, Budapesti és Pécsi Kossuth vagy Széchenyi díjas művész, illetve tudós mesél életpályájáról, világlátásáról, Ars Poetikájáról, Hoppár Péter kulturális államtitkár moderálásával a Pécsi Polgári Szalon rendezvényein immár tavaly októbertől. A sorozat a Pécsi Cérfandli esték nevet kapta. A legutóbbi alkalommal Miklós Erika Kossuth és Liszt díjas operaénekessel és Esztergályos Cecília Kossuth és Jászai díjas színművész folytatott beszélgetésre mentünk el stábunkkal. Ismét neves vendégei voltak a pécsi Cérfandli estéknek, mely tavaly őszóta telt házas sikerrel zajlik Pécset. Az áprilisi vendégek Miklósa Erika, Kossuth és Liszt díjas operaénekes és Esztergályos Cecília, Kossuth és Jászai díjas színművész voltak. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár kultúráról, művészetről beszélgetett velük. Miklós Erika többször járt már Pécset. A Kodály Központ magas színvonalú rendezvényeinek vendége szokott lenni. Az operaénekes az utóbbi években jelentősen a színjátszás technikája felé fordult. Ez színvonalasabbá teszi az operák színpadi előadásában, mondja. Minél jobban megformálom a szerepeket, akkor annál tökéletesebben tudok énekelni is. Tehát ez így jött, és szerencsére tudok is. Tehát vannak olyan szerepek, opera, irodalom olyan szerepei is, akár a Verdi Traviátájára gondolunk, vagy a Rigoletto Gilda, de inkább a Traviata, mert az egy komplexebb szerep megformálást igénylő dolog. Vagy említettem itt az Este Lulu, Berg Luluját, ezek mind-mind olyan szerepek, amelyeknél nagyon kevés az, hogy az ember szépen énekel. De egyébként a mai operajátszásnak ez is egy feltétele, hogy minél élvezetesebb legyen, és ez akkor lesz, hogyha az ember egyre tökéletesebben áll oda személyiségben is. A 75 éves Esztergályos Cecília, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész is sokat szerepel. Számos felkérése van, melyeknek alig tud eleget tenni. Rengeteg benne az élettel teli frissesség, tenni akarás, mely kevés ember belakik. Bár ezt ő cáfolja. Nem vagyok fit egyáltalán, mind a két lábam meg van operálva, tehát visszafogottan kell viselkednem. Change van mind a két, hogy hívják ez, platina. Platina van benne, ekkora platina van mind a két combomban, és hát mondjuk, hogy az ágyon egy kicsit tornázgatom, de lehetőség szerint, ha hazamegyek, akkor lefekszem aludni. Főzök, imádok főzni, kerámiázok, festek, és a Jóisten így áldott meg. Amikor az ember így csinál, hogy potty, akkor vége van, kész. Legközelebb májusban lesz Cérfandli este, figyeljék az időpontot. A programon a részvétel ingyenes, de előzetesen regisztrálni szükséges a meghívókukac@pecsipolgariszalon.hu e-mail címen. A 18. Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramjának legtöbb előadására percek alatt elfogytak a belépők. Ezért a szervezők elindították a jegyértékesítést a Post Fesztivál első 10 előadására is. Az idei évben a Kodály Központban nagy sikernek örvendő frissen bemutatott vígjátékokat, illetve a Budapesti Operett Színház valódi csemegének számító musical gáláját hívták meg. A Zsolnai Kulturális Negyedben pedig az elmúlt évek kiemelkedő színházi bemutatói közül válogathatnak az érdeklődők. További információ a jegymester.hu weboldalon olvasható.
Sok hetes előkészület és befektetett munka után megrendezték az első pécsi nemzetközi mentőkutyavizsgát. Összesen 24 hazai mentőkutyának biztosítottak lehetőséget a vizsga megszerzéséhez vagy megújításához. A Pécsi Mentőkutyás Egyesület két kutya is sikeres emelt szintű területvizsgát tett, de a szervezet többi kutya is komoly és sikeres vizsgán esett át. A pécsi csapat két fiatal kutyája Görge Éva Gingerrel és kis Csaba Tóbiással szerzett sikeres emelt szintű területvizsgát. Ezzel a Pécsi Mentőkutyás Egyesület már három ilyen vizsgázott kutyával rendelkezik. A megmérettetés a mecsekben alapis területén volt. Ginger 2,5 éves Golden Retriever kislány, 4 hónapos kora óta tanulja a mentőkutya szerepét. Nagyon szépen keresett, a meleg ellenére is, utána pedig egy engedelmes rész kellett teljesítenie. Abban van akadálypálya, lábmunka, ültetés, fektetés, helyben maradás, és mind a két fázisból 70%-ot kell elérni a kutyának, hogy sikeres vizsgát kapjon. Jesse Border Collie. Ő 5,5 éves és 2 éve mentőzik. Ezen a vizsgán ő kapta a legtöbb pontot, 200-ból 192-t sikerült megszereznie, valamint a legszebb keresés az övé volt. Gazdája Gelencsér Mária. Bagó Imola Pollival eredményesen teljesítette a mentőkutya alkalmassági vizsgát. Alapszinten még pusztaidi a Golden Retriever kutyájával területkutatás, illetve Kratofi Robert Iron nevű Maliával romkutatás szimat munkafázisát teljesítették magas pontszámokkal. A pécsi csapat minden tagja, valamint a Szent Flórián öte és több önkéntes is segített a vizsga előkészítésében. Tóbiás 4 éves Border Collie, a másik hasonló emelt szintű területvizsgát szerzett mentőkutya. Gazdája Kis Csaba, az egyesület elnöke, 2 éve tanítja Tóbiásnak a mentésmesterségét. A mi kutyáink nagyrészt erdős-bokros területen indultak, tehát területkutatásba. B vizsgát teljesítettek, ami az egyik legmagasabb fokozat. Itt ennek az a lényege igazából, hogy 4 hektár erdős-bokros területet kell átvizsgálni a kutyáknak 30 perc alatt, és ott 3 elrejtett szemét, akik le vannak takarva ágakkal, takarókkal, őket kell megtalálni és ugatással jelezni. A vizsga lebonyolításában pedig a Budapesti Mancs és Kéz a Kézben Mentőkutyás Egyesület nyújtott segítséget. A mentőkutyákat a Szlovéniából érkezett Mirka Necsak bírónő vizsgáztatta és értékelte. Résztvevő csapatok a Pécsi Mentőkutyás Egyesület mellett az SOS Mentőkutyás Egyesület, a Huba Rescue 24 tűzoltó és kutatómentő nemzetközi csoport, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület, a Kutyákkal az Életért Alapítvány és a Mancs a Kézben Mentőkutyás Egyesület. Legközelebb 2 hét múlva kutatásból vizsgáznak a mentőkutyák. Együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Állatkert és a Pécsi Tudományegyetem, melynek értelmében Magyarország első egyetemének hallgatói és munkatársai kedvezménnyel látogathatják a közelmúltban megújult állatkertet. A hallgatók számára külön programokat, így például éjszakai állatkerti túrát szerveznek a zoóban, sőt a PTE Campus Credit képzések keretében egy közös kurzus létrehozását is tervezik az együttműködő felek. Megkezdődött a szabadtéri atlétikai szezon. Tavasszal az általános iskolásoknak és a középiskolásoknak kiírt diákolimpiai bajnokság városi és megyei csapat, illetve egyéni fordulóit Pécset rendezik. Idei újdonság, hogy nem az iskola központok versenyeznek egymással, hanem az iskolák külön szerepelnek. A 6 fős csapatok és az egyéni versenyzők célja az országos fordulóra jutás. A 3, 4 és 5 próba küzdelmekkel megkezdődött az atlétika diákolimpiai bajnokság tavaszi szezonja. Az általános iskolás csapatok ősszel már egyszer összemérték tudásukat, de akkor nem lehetett még tovább jutni. Itt viszont már nagy a tét, hiszen a megyei majd az országos döntőbe kerülésért küzdenek a csapatok. A 3. korcsoportban vagyok, és távolugrás van, kislabdahajítás, 600 méter és 60 méter. Eddig min vagy már túl, és hogy sikerült? A 60 méteren, és jól sikerült, 9 másodperc, 0,8 másodperc volt. Idén minden korcsoportban több mint 15 csapat nevezett a városi fordulóra, ez a korábbi évekhez képest emelkedést jelent. A színvonalra sem lehet panasz, a város sportolóinak esélye van a megyei, majd az országos döntőn is a jó szereplésre. A városban egyre népszerűbb az atlétika a fiatalok körében. Természetesen nagyon örülünk ennek a diákolimpiai versenyrendszernek, mert itt az edzőknek van alkalma verseny közben megtekinteni a gyerekeket és kiválasztani. Sajnos a fiúk
közül nagyon keveset tudunk, mert a foci a kézilabda tehát elviszi, de a lányok nagyon szép számmal járnak. 60 vagy 100 méteres síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás, súlylökés, 600 méteres síkfutás és 4x100 méteres váltófutás szerepel, korcsoporttól függően az atlétika diákolimpiai programban, az általános iskolásoknál. Nagyon izgalmas most ez a mai nap, mert egy teljesen új időrenddel és egy teljesen új felosztással indulunk, és hosszú évek után az iskolák egyedül versenyeznek, tehát megszűntek az iskolaközpontok, úgyhogy minden iskola a saját iskolájának az eredményét gyűjtögeti. Úgyhogy nagyon-nagyon bízunk benne, hogy, és hát jelzi is, hogy elég sok iskola eljött. Második korcsoportban puskázok 15, harmadik korcsoportban 20, az a legterebélyesebb, és negyedik korcsoportban és a lányokból még 12 iskola össze tudta szedni a csapatot. A több próba csapatbajnokság a megyei fordulóval folytatódik, de lesz egyéni városi döntő is a harmadik-negyedik korcsoportosoknak. A középiskolások is hamarosan megkezdik a versenyzést. Nekik már több versenyszámuk lesz. Az 5.-6. korcsoportos fiúknak 100, 200, 400, 800, 1500 és 3000 méteres síkfutás, 110 méteres gátfutás, magasugrás, távolugrás, súlylökés, diszkoszvetés és gerelyhajítás szerepel a versenyprogramban. A váltófutó számoknál, azaz 4x100 és 4x400 méteren az iskolai válogatott együtt vesz részt. Lányoknál a versenyszámok ugyanezek, csak 110 méteres gátfutás helyett 100 métert kell futniuk. Vendégünk a stúdióban Gabriel Robert, a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karának dékánja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Sportfejlesztés a karon, és hát ezzel párhuzamosan persze a testnevelés szak, illetve az edzői sportszakoknak a fejlődése, illetve jobb körülmények közé kerülése is várható. Pontosan mi újul meg, hogy újul meg, mi változik? Még egyszer jó napot kívánok mindenkinek. Ez egy örömteli pillanat, hogy a természettudományi kar első modern városok program keretében történő fejlesztése elindul. És az első fejlesztésünk az talán ahhoz a létesítmény részhez nyúl hozzá, ami a legrégebb óta van ugyanabban az állapotban, azaz egészen pontosan 1948-ban alakították ki az atlétika pályát ebben a formájában, amilyen formában ez most ott áll. Ez egy olyan atlétika pálya, aminek van egy 300 méteres kerülete, és középen egy füves terület helyezkedik el. Ugye értelemszerűen a kerület a futószámokra van kipróbálva, kihegyezve, a középső területre pedig ugye a diszkoszvetés, kalapácsvetés, gerelyhajítás következtében kikerülő szerek vannak tervezve. Oldalt és hátul pedig egy magasugró, illetve egy távolugró hely helyezkedik el. Most ez az egész komplexum szerencsére meg tud újulni ezen modern városok program keretében, és ez részben köszönhető annak, hogy elkezdődtek az idegen nyelvű, egész konkrétan az angol nyelvű képzések, edzőképzés területén is az elmúlt években. Korábban is jelentős számú külföldi hallgatót tanult nálunk, de csak az Erasmus program keretében. Most viszont a tavalyi tanévtől kezdődően idegen nyelvű stipendium, hungarikum és egyébként önköltséges hallgatók is tanulnak, most már idegen nyelven, angol nyelven edzőnek. Plusz hát természetesen ott van a magyar nyelvű sportszakos hallgatói tömeg, amelyik a karunk esetében több mint 600 fiatalt jelent. Egy részük ugye tanárszakos, testnevelő tanárszakos, egy másik rész edző vagy sportszervező szakra jár, és nem szeretnék elfeledkezni arról sem, hogy azért az atlétika az egy alapsportág, és ennek következtében ez nem csak a sportolókat szolgálja ki, hanem minden további olyan egyetemi hallgatót, aki szeretne nálunk sportolási tevékenységet folytatni. Körülbelül 2000-en járnak a kampuszunkra kisebb-nagyobb rendszerességgel sporttevékenységet végezni. Persze szerint ennek körülbelül a fele futó. Sokszor észre se lehet venni, de mennek fel a pályára. Én akármikor bent járok este, reggel, hétvégén mindig találkozom olyan emberekkel, akik éppen vagy jönnek, vagy mennek a pályáról, tehát rendkívül népszerű. Igazából sosem értük konkrétan ki a forgalmat. Most ez a fejlesztés, ez meg nyilván ez indukálni fog egy ilyen típusú mérést is, hogy hányan használják a pályát. Az én becslésem szerint a környező lakossággal, a kollégistákkal, mindenkivel együtt ez egy ilyen 4-5 ezeres populációt szolgál ki ez a pálya.
Mi fog megváltozni? Ugyebár most salakborítású a futópálya, ez fog megváltozni, illetve a füves rész is átalakul. Igen, ugye a pálya mérete nem fog megváltozni, sajnos nincs helyünk arra, hogy ezt a 300 méteres futókört ezt 400 méteresre bővítsük ki, tehát versenyt, hivatalos versenyt, ahol csúcsokat lehet elérni, olyat majd továbbra sem lehet itt rendezni. Viszont ami megváltozik az az, hogy a pályának volt egy kis dőlése észak-déli irányba, mint egy 30-40 centi a pályánál, ez egyébként indukált különböző fenntartási problémákat. Például ugye az esőnél összegyűlt a víz, nem folyt le rendesen, akkor a salakborítási részét évről évre pótolni kellett 4-5 millió forintos költséggel, mert elhordta a szél meg a víz. Na, ezek a problémák most várhatóan meg fognak szűnni, és egy nagyon fix, nagyon sportolóbarát borítás kerül föl, ami egyébként időtálló. Véleményem szerint egy olyan 15-20 éves időtávlatra ez az első borítás, ez ki fogja állni az idők próbát, és alá is lesz csövezve a pálya, tehát a víz nem fogja tudni alámosni ezt a létesítményt, tehát ilyen módon gyakorlatilag az eddigi tavaszi-őszi használat helyett most 4 évszakos használatra tudunk majd berendezkedni. És annyit szeretnénk még hozzátenni a botanikus kertőt fértő kedvéért, hogy egyetlen egy fa sem kerül kivágásra. A pálya mellett levő 5 legközelebbi fának a lombkoronája az visszametszésre került, de ez nem jelenti azt, hogy a fák nem fognak kihajtani, és nem fognak továbbra is ott lenni. Tehát egy továbbra is ezt a nagyon szép környezetet, amiben ez a pálya van, ugye ez a botanikus kert által körülvett terület, az egyik oldalon az üvegházak, az északi oldalon a nyitva termőgyűjtemény, ezt továbbra is biztosítani tudjuk a sportoló közönség számára. És a füves területen pedig lesz egy kisebb átalakítás, viszont ez szintén nem befolyásolja a botanikus kertet. Igen, hát a füves kert eddig hát is ugye távolabb helyezett a botanikus kerttől. Ami ott átalakítás lesz, hogy azáltal, hogy ugye kiegyenesedik a talajszín, azért némi extra földborítás fog a füves területre kerülni, viszont az is körül lesz kerítve, vízelvezetéssel biztosítva lesz. Biztosítva lesz az öntözhetőség, ami azt jelenti, hogy a nyári periódusban sem fog kihalni a fű, és szeretnénk azt a funkcióját ennek a pályának visszahozni, hogy ugyan nem egész pályás nagypályás foci mérkőzéseket lehet játszani, de a keresztirányba lefektetett kapuk között majd lehet, hogy mondjam, edzésszerűen két kapuzni, a hallgatói bajnokságokat megrendezni, és ez egyébként segíteni fog abban, hogy a sportcsarnokra nehezedő terhelés egy kicsit csökkenjen. Hiszen most ezek az események, ezek értelemszerűen hát a sportcsarnokban kerülnek megrendezésre, mert a pálya most erre nem alkalmas. De ezután, a felújítás után ezt a funkciót is el fogja tudni látni, és akkor a szabadtéri futball események tényleg ki fognak kerülni a futballpályára, és az ott felszabaduló időt, amit ugye nyilván a csarnok időt, azt tudjuk majd más egyébként nagyon fontos célokra hasznosítani. Mikor készülnek el, mennyibe kerül az átalakítás? A költségkeret az fix, az elkészülési határidővel egy kicsit óvatosabb leszek. 140 millió forintba fog kerülni ez az átalakítás, egy picit többen, mint 140 millió forintba, és reményeim szerint tényleg 5-6 ezer embernek az igényeit ez ki fogja szolgálni, ezek közül körülbelül 3 ezer egyetemista lesz, akit ez ki fog szolgálni. Az átalakítás ideje hivatalosan a szerződés szerint 110 nap, miután azonban egy ilyen volumenű földmunkánál, meg betonozási munkánál elképzelhető, hogy lesznek kisebb, nagyobb csúszások. Én nagyon örülnék, ha szeptember végére ezt a felületet vissza tudnánk az oktatás és a szabadidősport szolgálatába fogadni. Legyen így, fejezzék be minél hamarabb, és tényleg hát új év, új pálya, kezdődhet a tanév. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja tagjai közé hivatalosan is beiktatták április 16-án a pjongcsangi téli olimpián aranyérmet nyert férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó 4 tagját. A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja 159 fős, a korelnök, a 97 esztendős ötszörös bajnok Tornász Keleti Ágnes, a legfiatalabb, a 20. születésnapját a közelmúltban ünneplő Liu Shaong. Híradónk végén főbb híreink, még egyszer röviden. Miklós Erika és Esztergályos Cecília volt a vendég a pécsi Cirfandi estéken.
Első pécsi nemzetközi mentőkutyavizsga, sikerek a Pécsi Mentőkutyás Egyesületnél. Megkezdődött a szabadtéri atlétikai szezon, a tanulók az országos döntőre is eljuthatnak. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!